Többszörös a túljelentkezés a bérlakásokra, az önkormányzat folytatja a fészeklakós lakások felújítását. Összefognak az építészek Miskolcon, csak együttműködve fejlődhet Miskolc építészete. Változik a szakképzési törvény, nő a szakképző tanárok bére és visszatér a technikum. A Miskolc Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Átlagosan 30%-kal nő a szakképző tanárok bére, visszatér a technikum, ösztöndíjat kapnak a diákok, a képzést pedig döntően a piaci igények határozzák majd meg, mondta Pölöskei Gáborné. A helyettes államtitkár a szakképzési törvény változásait ismertette Miskolcon. Jó szakemberekből pedig hiány van ebben a régióban is. Ezért is szerveznek a szakközépiskolák nyílt napokat. Az utánpótlás képzését most új törvénnyel szeretné ösztönözni a kormány. A tervek szerint a fizetéseket egy minősítési rendszer alapján az iskolák igazgatói határoznák meg. A pedagógusok szakszervezete viszont attól tart, hogy így lesznek olyan tanárok, akik kevesebb fizetést kapnak majd. A szakképzés kiszakítása az azt jelenti, hogy a szakképzésben dolgozókat a közalkalmazotti törvényből kivezették, és a munkatörvénykönyvben lesz érvényes rájuk. Ez nem csak azt eredményezi, hogy alacsonyabb lehet a bérük, bár 30%-os béremelést ígértek, de ezt a bértömeget megnézzük, akkor a kormány által ígért 32 milliárd forint helyett legalább 45-47 milliárd forintra lenne szükség, tehát ebből biztos, hogy nem fog mindenki részesülni. Nekünk az az érzésünk, hogy a versenyszférából a szakoktatók átcsábítására fogják ezt fordítani. A helyettes államtitkár azt mondta, nem csökken a szakképzésben dolgozó oktatók bére. Az új rendszerben a tanárok plusz juttatásai megmaradnak, ugyanakkor egy jóval rugalmasabb bérezést vezetnének be, azért, hogy minőségi munkára ösztönözzék az iskolákat. Pont a rugalmasság teszi lehetővé, hogy ez megvalósuljon. És lehet, hogy valaki 5%-ot kap, lehet, hogy valaki 50-et vagy még többet. Tehát a mozgástér a lehetőség jóval nagyobb, aminek a célja az, hogy a minőségi munkát díjazzuk, és még inkább arra felemozdítsuk el a képzést. Az intézmények 35 milliárd forint többlet támogatást kapnak, ez átlagosan 30%-os fizetésemelést jelent. A szeptembertől hatályos új törvény a diákokat is érinti. Ők a képzés típusától és tanulmányi eredményeiktől függően kaphatnak majd ösztöndíjat. A duális képzésben résztvevők pedig akár a minimálbér 100%-ára is számíthatnak majd. Csak a szakma és a városát szerető lakosság együttműködésével fejlődhet Miskolc, hangzott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei építészkamara rendezvényén. Miskolc polgármestere azt mondta, földrajzi elhelyezkedése miatt is speciális helyzetben van a város, amit építészeti szempontból is figyelembe kell venni. A cél, hogy Miskolcot egy egészként kezeljék építészeti szempontból is. Stratégiai kérdésekben meg kell kérdezni a város lakóit, és támaszkodni kell lokálpatriotizmusukra, mondta Miskolc főépítésze, aki hozzátette, hogy valamennyi építész szakmai tapasztalatára is szükség van, mert csak így együttműködve lehet egy várost fejleszteni. Az építész társadalom pontosan az épített környezet alakításával foglalkozik, és nekem, mint főépítésznek a településkép védelme az egyik legfontosabb feladatom, a minőségi településkép formálás és a minőségi építés, a színvonal megkövetelése. Ez elengedhetetlen az építészekkel való együttműködés nélkül. Peres Pál elmondta, a cél, hogy Miskolcot egy egészként kezeljék építészeti szempontból is. Ehhez kérték az építészek segítségét. A polgármester hozzátette, a város folyamatosan él a pályázatok adta lehetőségekkel, és vannak olyan projektek is, amelyek előkészítés alatt állnak, és olyanok is, amelyek valamiért elakadtak a múltban, de ezeket a jelenlegi városvezetés szeretné befejezni. A főtérprojekt, amivel most komolyan foglalkozunk, az avassal kapcsolatos fejlesztések lehetőségei, itt van esővízelvezetés, az alsi kilátó ügye, kerékpárutak fejlesztése, ami szintén ide tartozik, összekötő alternatív kerékpárutak és utak kialakítása, a belváros rehabilitáció, hogy csak a nagyobbakat mondjam. Miskolc polgármester azt mondta, földrajzi elhelyezkedése miatt is speciális helyzetben van a város, amit építészeti szempontból is figyelembe kell venni. Ezért is lenne fontos, hogy egy-egy városrésznek legyen referense, aki építész szemmel tud javaslatot tenni a városrészek fejlesztésével kapcsolatban.
Többszörös a túljelentkezés az önkormányzati bérlakásokra Miskolcon. A Miskolc Holding legutóbbi pályázatán 21 lakásra 300-an pályáztak. Ezért is folytatná az önkormányzata a fészekrakós ingatlanok felújítását. 173 lakásból még 56 vár felújításra, többségében az Avason. Frissen festett falak, új ablakok, új fürdőkád és konyhabútor. Szinte az alapoktól építették újjá a korábbi avasi fészekrakós lakást. Az elmúlt 7 évben több mint 170 lakást vett át az önkormányzat, volt amelyik árverés útján került a város tulajdonába. Az egykori lakók esetenként milliós tartozást hagytak maguk után. Mióta elmentek, azért hála drága Isten, egy csodán azóta nincs. Az együttélésre képtelen lakók távozásával az avasi lakótelepen élők végre fellélegezhettek. Hamarosan pedig az összes egykori fészekrakós lakás felújításra kerülhet. Jelenleg az ehhez szükséges források megteremtésén dolgoznak. Ide gyakorlatilag egy új konyhabútor, de ezeket a burkolatokat föl kell szedni. 2017 óta áll üresen ez a Középszer utcai 55 négyzetméteres lakás. Piaci értéke felújítás után havonta 50-80 ezer forint is lehetne. A Miskolc Holding ZRT-től viszont ennél jóval olcsóbban, pályázás útján akár 30-40 ezer forintért is ki lehet majd venni. A felújítás négyzetméterenként átlagosan 150 ezer forintjába kerül az önkormányzati cégnek, de az igények alapján megéri befektetni. A Miskolc Holding legutóbbi pályázatán 21 lakásra 300-an pályáztak. Ez bizonyítja számunkra, hogy egyébként óriási az érdeklődés Miskolcon a bérlakások iránt. Mennek fel folyamatosan a bérleti díjai Miskolcon is, mint az országban mindenhol a lakásoknak, és ezért azt gondoljuk, hogy az emelkedő bérleti díjak kapcsán minden lakást megéri felújítani és bérbeadni ezt követően. A 173 volt fészekrakós lakásból 115-öt újítottak fel, ezeket már bérbe is adták. 56 többségében avasi lakás vár még felújításra. Kiváló Borsoda-Bolyzemplén megyei vendéglátósokat díjazott a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. Elhangzott Erit Kánman, a szakma képviselőinek lehetőségük a tapasztalat cserére. Az életműdíjak átadása március 28-án lesz. Elismerő okleveleket kaptak a vendéglátósok a megyei gasztronómiai szervezettől. Az életműdíjak átadása március 28-án lesz. A kitüntetettek egyike Kőrösi Kálmán mesterszakács. Közel 50 éve dolgozok a szakmában. Én azért is mondtam, hogy meghatódottam, mert ez egy életpálya. Egy életpálya után kapjuk meg, idézőleg kapják meg a ráérdemelt személyek ezt a díjat. Nagyon meg vagyok hatódva. Számtalan elismerés birtokos a Tóger Gyula is. Az oklevél átvétele után a mesterfelszolgáló is életműdíjban részesül márciusban. A gasztronómiában eltöltött több évtizedes munka után azt hiszem, hogy odafigyelnek erre a fehér asztalra letett munkát, elismeri a Magyar Gasztronómiai Szövetség. A szakma kiválóságai külföldi megmérettetéseken bizonyíthatják rá termettségüket. Erre leginkább a pályázatok nyújtanak lehetőséget számukra. Nagyon sok pályázat fog indulni. A legközelebbi, az talán az Erasmus. Itt Olaszországban fogunk kijuttatni kollégákat, szakácsokat, amit teljes mértékben finanszíroznak, vagy finanszíroz az MNGS. 7 napon keresztül ebből egy-egy az út, 5 napig a szakma legnagyobb mestereitől, ők mind mesterek is tanulhatnak és fejlődhetnek. Elmondták azt is, hogy nehéz összefogni a megyében dolgozó vendéglátósokat, ugyanis sokan dolgoznak közülük külföldön, de rendhagyó munkabeosztásuk miatt az itthon lévőket sem könnyű elérni. A zavarkeltés és a miskolciak ünnepének meggyalázása lehet a célja a 64 vármegye ifjúsági mozgalom és a Mi Hazánk mozgalom vasárnapi demonstrációjának, Varta György és Bazin Levente szerint. A tüntetést a Sájban meggyilkolt idős asszony miatt szervezték, Varta György szerint, mivel az eset nem Miskolcon történt, így a vonulás célja nem lehet más, csak a Kocsonya Fesztivál megzavarása. A Velünk a Város két politikusa azt kéri, hogy Miskolc maradjon a béke szigete a holnap kezdődő rendezvény idején is.
Holnap 14 órakor felvonulással veszi kezdetét a Miskolci Kocsonya Fesztivál. Ma este 7:30-tól vendégünk Rózsa Edit, a fesztivál alapító tulajdonosa, majd vendégeimmel beszélünk a Béke szigetéről is, ahova a Magyar Honvédség, a 112 hívásfogadó központ és a készenléti rendőrség várja az érdeklődőket a Kocsonya Fesztiválon. 7. alkalommal is elűzték a telet az Avason. Az avasi karnevál farsangi menete az Avas Tetői Általános Iskolától az avasi gimnázium elé vonult. Az ötletgazda Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 7 évvel ezelőtt azért indította el a karnevált, hogy az avasi városrészben is legyen farsang, hogy ott is megidézhessék a színes, télűző hagyományt, a karneváli látványosságokat. Másodfokon tárgyalta a Miskolci Törvényszék a tiszaújvárosi tésztaüzemi baleset büntetőügyét. 5 évvel ezelőtt az egyik dolgozó egy meghibásodott gép miatt vesztette el félkarját. A tiszaújvárosi járásbíróság pénzbüntetésre ítélte a tésztaüzem két tulajdonosát, akik tudtak arról, hogy a gép hibás. A házaspár fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen, így Miskolcon folytatódik az ügy. Egyelőre nem született ítélet. Győzelmet arattak a DVTK Jeges Medvék hazai pályán Kassa csapata ellen, ezzel fontos 3 pontot szereztek. A miskolci korongosok végig irányították a játékot, a vendégcsapat azonban a végén szorossá tette a mérkőzést. A harmadik harmadban azonban újabb találatot szereztek a hazaiak, amellyel beállították a végeredményt. A TIP Sportliga 48. fordulójában a DVTK Jeges Medvék szerda este hazai pályán fogadták Kassa csapatát. Az első harmad elején folyamatos védekezésre kényszerültek a piros-fehérek, Rajna kapuja folyamatosan veszélybe forgott, ám a hálóőr hatalmas bravúrokat bemutatva védte azt. A harmad végén elkezdték a hazaiak irányítani a játékot, amelynek meg is lett az eredménye. A 19. percben Valkhár volt a hazaiak gólszerzője, az állást 1-0-ra módosítva. A miskolciak a második harmad elején hamar 2-es emberelőnybe kerültek, amit ki is használtak. Bícs lőtte a korongot háló felső sarkába, amivel már 2 találattal vezettek a macik. Nem kellett sokat várni a következő hazai találatra, 2 perc telt el, és 3-0-ra módosították az állást a miskolciak. A találat szerzője az ezen a mérkőzésen bemutatkozó válogatott védő Kevin Vers volt. Ezután kissé megélénkült a kassaiak támadójátéka, aminek meglett az eredménye, Csovan 3 embert megkerülve lőtt a hálóba 3-1-re zárkózva. A zárójáték részben sokáig kontrollálták a hazaiak a mérkőzést, ám egyre több lett a dulakodás és a kiállítás. A kassaiak az emberelőnyüket kihasználva újabb találatot szereztek, Hascsák révén, így szorossá téve az utolsó perceket, de az öröm nem tartott sokáig. Az utolsó percben mindent egy lapra feltéve a vendégek lehozták kapusukat, amit a jegesmedvég ragyogóan használtak ki, Bíz talált az üres kapuba, ezzel kialakítva a végeredményt. DVTK jegesmedvég, Kassa 4-2. A DVTK jegesmedvég csapata legközelebb pénteken este lép pályára idegenben, ahol az ellenfél a Zólyom csapata lesz. Holnap zápor és hózápor is előfordulhat, maradt tehát a változékony idő. Részletekről hamarosan az időjárás jelentésben. Híradóval holnap este 6 órakor is jelentkezünk, műsorainkat a minap.hu-n újra nézhetik. Kollégáim nevében köszönöm figyelmüket, további kellemes tévézést és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!